üzleteit és kivonul Magyarországról a Brikosztor Barkács áruházlánc. A vállalat a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozik. A bezárások után több mint 600 ember kerül az utcára. Az állandó akciók sem mentették meg a Brikosztort a bezárástól. A Macs és a Profi után most a francia tulajdonú Barkács áruházlánc is bezár. A vezetőség tegnap hívta össze a dolgozóit, hogy közöljék velük a hírt, mondja a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének alelnöke. A szakszervezet próbál a jövő hét folyamán időpontot egyeztetni a cég vezetőségével. Szeretnénk leülni, tárgyalni, és szeretnénk, hogyha a dolgozók a nekik járó járandóságokat megkapnak. A vállalat megszűnésével 640 ember kerülhet utcára. Megkerestük a Brikosztor vezetőségét, de ők csak egy hivatalos közleményben reagáltak, melyben az áll, hogy megszűnésük oka, hogy jövőre sem várható komoly és tartós fogyasztói fellendülés. Marad a válság, így marad a veszteség is. A Barkács áruházlánc 1997 óta működik Magyarországon, 9 áruházuk van, köztük Győrben, Székesfehérváron és Miskolcon is. A miskolci áruház 2007. decemberében nyílt. Azóta nem nyitott új áruházat Magyarországon a Brikosztor. Az első tervek szerint már a hónap végén bezártak volna, de végül csak az év végén zárnak be. A Macsnál és a Profinál viszont